Ez nálam az úgy szokás, hogy így gyertek közelebb legények, hogy ne kelljen hangosan kiabálnom, meg ez egy ilyen baráti összejövetel. Ja, játékostársak. Szuper! Szeretettel köszöntök mindenkit! Írtam egy pár oldalacskát, amit szeretnénk nektek felolvasni most, hogy végre figyeltek rám. Ezt a játékot Afó Krisztiánnak és nagypapa Maci Gergőnek dedikáljuk, akik otthon nyuggelkednek a fájó derekukkal. Mivel valószínűleg Facebookon, Instán, TikTokon és mindenhova kimegy a videó, nagyon remélem, hogy szeretve érzik majd magukat. Na, ismét az összes csillag együtt áll arra, hogy folytassuk a Friendly Fire projektet immáron a harmadik fázisával, ezért is köszöntünk titeket itt, frissen meghívott vendégeinket. A pálya mérete miatt korlátozottak voltak a lehetőségeim. Remélem, hogy a következő játékra az XFF-es legényeket, valamint még további olyan ismerősöket, akikkel szívesen játszunk, meg tudok hívni. Nem akartam három felé szedni a társaságot, és akkor az egyik harmadik bandának lelassítani a játékot. A jelenlegi létszámunk abszolút tökéletes. Az esemény célja kizárólag a kapcsolatépítés, az Airsofton keresztül és keresni, kutatni a hasonló gondolkodású játékosokat és csapatokat. Ezt tegnap írtam, ezt a szép mondatot nektek. A hangulat, az élmények, a közösség, az igények, ha úgy kívánják, akkor a Fangame sorozatot még két különlegesebb dolog játéksorozattal tudom kiegészíteni. Az egyik a Wargame, a másik pedig a Speedgame. Ezt majd ahogy a játékok hangulata és az igényeitek és a véleményeitek diktálják, annak függvényében hozzuk majd elő. Ígérni nem szeretnék, viszont törekszem figyelni a feedbacket és a véleményeiteket. Itt majd a videóban csinálunk egy kisebb vágást. Oké. Igen. Jó. Magáról a játék szabályairól. Gentleman's Race. A barátaid rendkívül hálásak, hogyha semi-only-ban játszol, a replikád nem több másfél joule-nál, és nem használsz 0.32-nél nehezebb BB-t. Gentleman's Deal. A játékmenet, a játék élményét egymásnak adjátok és ajánljátok azzal, hogy tisztességesek vagytok. Csak annyit várhattok el a másiktól, amennyit ti is beletesztek. Gentleman's Hood. Aki az egyik játékon ellenfeled, az a másik játékon lehet, hogy a csapattársad lesz. Erre szeretek különösen odafigyelni. Összetűzések, viták, szitkozódás, számonkérések vagy ilyesmit, azt ennek fényében tegyétek. Itt van még egy mondat, ezt a csapat, a társaságba vetett bizalma miatt nem olvasom fel. Nincs dobatás. Ugye ez szerepel a flyeren, hogy biztos, hogy eltalálnád az ellenfeled. Minél közelebb vagy, annál lejjebb célozzál, kevésbé fájdalmas pontokra, de biztosan el akarod találni. Aki fél, hogy meglövik egy lövöldözős játékon, találtam itt Nerf Dartot, szóval esetleg azt tudnám felajánlani. Némi útmutató ehhez az eligazításon szokatlan mondatokhoz. Legérzékenyebb rész nyilván a nyak és a fej. A közepes hisztifaktor, ugye a karok, a torzó, tehát a test és a derék, ahol pedig szerintem egy felnőtt férfinál nem lehet hiszni, az a csípő, hátsó lábak és felszerelés, kivéve hogyha... hogyha feszül a nadrág. Rendben. Ezeknek a szabályoknak mindössze annyi lenne a lényege, hogy megértsétek, egymásnak építitek az Airsoft játékot, sportemberként csak annyit várhattok el, mint amennyit bele is tesztek. Jó, van-e bármilyen kérdés? Ezt majd kivágjuk a videóban. Oké, és ezeken a játékokon még van egy dolog, ami az összes többitől eltérő szokott lenni, én osztom el a csapatokat. A csapatok együtt játszanak, viszont a balansz jegyében, mivel én ismerlek titeket, én fogom kétfelé osztani a társaságot. Ez mindenkinek megfelel? Okés. Jó. Maga a játékmenet. Átlóban kezdünk, kirakom a visszaálló pontokat. Átlóban kezdünk, pálya megismerős, helycsere, másik irányból pálya megismerős.
Van nálam sakkol a Domination-t játszani, van nálam zászló Capture the Flag-et játszani. Legelőször reggel tudtam megnézni a pálya lehetőségeit. Amit ti játszatok, én fejben dolgozom. Jó? Este 6-ig lehet a miénk a pálya. Szerintem bőven el fogunk fáradni délután 2-re. Vagy ahogy Madej Dani barátunkat idéznénk, egy sprint és vége. Oké.